Kultúrösvény mai adásában elsőként Beregszászba látogatunk, az Adventi Fényfüzér című színházi előadás bemutatójára. Innen a Sárik Péter Trió és Falusi Marian Jazz Kívánság műsor Magyarul című albumának beregszászi bemutatójára visszutunk, majd Magyarország ungvári főkonzulátusán részt veszünk a Harangozó Miklós festményeiből nyílt kiállítás megnyitóján. Ezt követően az Asztélyi Református templomba megyünk, a nagy sikerű Misztrál együttes koncertjére, majd Hrivnák Tünde divat tervezővel beszélgetünk. Tartsanak velünk! Karácsony régi, békés hangulatát igyekezett megidézni az az előadás, amelyet az adventi időszakban mutatott be a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház társulata. Az Adventi Fényfüzér című összeállításban a magyar irodalom ismert prózaíróitól, költőitől származó szövegrészletek, történetek és versek mellett karácsonyi énekek hangzottak el. A színpadon készülő ételek, italok fűszeres illata visszavezette a nézőt a hajdani karácsonyok világához, szembeállítva annak egyszerűségét napjaink csillogó, zajos, vásárlási lázban égő ünnepi időszakával. A műsor ötlete még augusztusban pattant ki Gál Natália beregszászi színésznő fejéből, aki hamarosan neki is látott a karácsonyi előadás színpadra alkalmazásához. Ha belegondolok, lemondok Indiáról és Ausztráliáról, és a Halsról is. Ez nem az első alkalom, amikor a december folyamán egy olyan előadást készítünk itt a színházon belül, amikor is az advent, a karácsony az, ami a főszerepben tetszeleg, lehet így mondani. Nekem a december mindig nagyon nehéz hónap volt. Ez egy nagyon nehéz időszak mindenki életében, úgy gondolom. Ilyenkor rengeteg a veszteség, ilyenkor az emberek nagyon magányosak. Ilyenkor az emberek rengeteg olyan negatív érzést élnek meg, amit egy ilyen előadással szerintem ki lehet küszöbölni, segít az embereknek átlendülni ezen az időszakon, és igazából rámutat arra, hogy mennyi sok fontos és értékes dolog van a saját életünkben, amit meg tudunk látni, a környezetünkben, és ezért tartom fontosnak azt, hogy egy ilyen előadás létrejöjjön, és meg tudjuk mutatni mindazt, amit érzünk, mindazt, amit gondolunk, ki tudjuk nyitni a lelkünket, a szívünket, és meg tudjuk pendíteni az emberek lelkének a húrjait. Az ötletgazda Gál Natália mellett más beregszászi színészek, így Fordasi D. Júlia, Orosz Melinda, Vas Magdolna és Ferenci Attila is szerepet kaptak az előadásban. Először is számomra nagyon megtisztelő volt, és hogy egyáltalán most részt vehettem ebben az előadásban. Azok a dolgok kavarognak bennem, amik gyerekkoromban és tulajdonképpen kamaszkoromban voltak az életemben, és azt hiszem, hogy azokat a dolgokat, amiket ma itt talán láthattak az emberek, és egyáltalán tapasztalhattak az előadás kapcsán, azt hiszem, hogy nagyon sok mindenkibe sikerült, legalábbis én azt érzékeltem belülről, hogy sikerült kicsit megbolygatni egy olyan emléket, vagy egy olyan dolgot az életükben, amit lehet, hogy már szép lassan el fogunk felejteni, vagy elfelejtünk, mert az a meghittség, amit akkoriban, gyerekkorunkban, kamaszkorunkban átéltünk, azt hiszem, hogy az sikerült egy kicsit visszahozni ezzel az előadással. Ha egy emlék feljött abból, ami régen volt, és nem ez a villogós, csillogós karácsony, ami most van idekint, és folyamatosan zenéket hallasz, folyamatosan dobálnak igazából hangokkal, fényekkel. Az előadás Magyarország ungvári főkonzulátusa és beregszászi konzulátusa, valamint a magyar miniszterelnökség támogatásával valósult meg. Az adventi fényfüzért még karácsony előtt Ungváron is megtekinthették az érdeklődők.
Apro Kultúra Szubkárpátika civil szervezet meghívására Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában adott koncertet a Sárik Péter Trió és Falusi Marian. Nem sokára ide látogatunk. Szubkárpátika meghívására Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában adott koncertet Sárik Péter Trió Falusi Mariannal kiegészülve. A Sárik Péter Trió olyan közismert számokat dolgoznak fel, jazzesített verzióban, amelyeket mindenki ismer és szeret. A zenekart 2007-ben alapította Sárik Péter zongorista, majd 2012-ben Fonai Tibor nagybőgős és Gálfi Attila dobos csatlakozásával újult meg. Eddig 4 lemezük jelent meg, melyekből a Jazz Kívánság műsor című album a megjelenést követően 4 hónapon belül aranylemez lett. Majd 2014-ben Fonogram díjat kapott, mint az év hazai jazz albuma. A Apro Kultúra Szubkárpátika a kultúra minden szegmensének népszerűsítését feladatának tekinti. Így vagyunk a jazz muzsikával is, ami ugye nem túl közkedvelt itt Kárpátalján sem. Azonban a Sárik Péter Trió az a csapat, aki képes megkedveltetni, sőt, mitől megszeretetni ezt a fajta zenei stílust minden réteget, és az olyan emberekkel is, akik falnak szaladnának egyébként a jazz szó hallatán. Ezt a varázslatot már tapasztaltuk 2 éve is a zenészek beregszászi koncertjén, és már akkor sem volt kérdés számunkra azt, hogy fogunk még együtt dolgozni. Falusi Marian esetében bár hát a hölgy neve is garancia a sikerre. Az általuk feldolgozott számokat pedig mindenki ismeri, énekli, és ahogy pár percet még a koncerten tapasztaltuk is, teletologból énekelte is a koncerten, úgyhogy szerintem ez egy fantasztikus zárása volt a Apro Kultúra Szubkárpátika 2019-es kulturális évadának. Falusi Marian és Sárik Péter 2009 óta játszanak együtt. Az elmúlt évtizedben számtalan közös műsort hoztak létre, ezek méltó gyümölcse volt a mostani koncert is, amely a Jazz Kívánság műsor címet viseli, hiszen itt azok a dalok csendülnek fel, amelyeket a közönség kér. Szenzációs volt a közönség, és ez olyan inspiráló erő, hogy attól kezdve, ahogy játszunk, az megszorzódik 3-mal, 4-jel, 5-tel, 10-zel, mert mindenki rákapcsol, és mindenki kiteszi a szívét, lelkét, tehát fantasztikus. Ez oda-vissza működik, tehát ez máshogy nem, és hogyha ilyen közönség van, akkor szerintem csak jót lehet csinálni, és mi is nagyon élveztük, és köszönjük szépen. Én remélem, hogy többet tudunk jönni, mert fantasztikus a közösség, és hogyha erre ilyen igény van, hogy magyar zene megjelenjen így, vagy akárhogy, akkor szerintem fontos az, hogy legyen egy állandó átjárás és egy állandó koncertélet. A közönség nagyon jól fogadta az előadást, és mindenki együtt énekelt az előadókkal az interaktív koncerten. Nekem volt egy régi trióm, 12. éve alapítottam meg, és aztán eljött egy pont, ami olyan, mint egy házasságban is néha eljön, hogy el kell válni. Tehát nem működik, lássuk be. És akkor találtam meg ezt a két fiút, Fonai Tibit, aki bőgőzik, és Gálfi Attilát, aki dobol ennek, most már 7. éve van. És hát megérte ez a dolog, mert egyszerűen felhőtlen a kapcsolatunk, mindenbelleg, mind zeneileg, és ez nagyon fontos, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb erénye a zenekarnak, hogy amit mondtál, hogy ez lemegy. Tehát mi nem csak szakmailag, szigorúan fogunk össze, és próbálunk, és zenélünk, hanem nagyon jó barátok vagyunk, és sok ezer kilométert utazunk évente. Marianna 10 éve, vagy most már vele is 11-12 éve játszom együtt, duóba kezdtük,
és aztán ez a Jazz Kívánság műsor program, ami arról szól, hogy a közönség kéri a dalokat, ez is most már 10, mintha bűvös 10-es szám, ez is 10 éve kezdődött. Az első két lemezen csak külföldi számok voltak, és aztán a magyar közönség teljesen joggal kérdezte, hogy de hát miért nem játszunk magyar számokat. Ezért megcsináltuk a harmadikat, a Jazz Kívánság műsor magyarul című lemezt, és itt egyszerűen nem tudtam senki mást elképzelni erre a szerepre, mint a Falusi Mariant. A közönség a koncert végére annyira belelendült a szórakoztató dallamokba, hogy négyszer tapsolták vissza a Sárik Péter triót s Falusi Mariant. Harangozó Miklós képeiből nyílt kiállítás Magyarország Ungvári főkonzulátusán az 5 éve elhunyt festőművész közelgő születésnapja emlékére. Hamarosan a megnyitóra látogatunk. Harangozó Miklós képeiből nyílt kiállítás Magyarország Ungvári főkonzulátusán. Az időszakos tárlatot az 5 éve elhunyt festőművész közelgő születésnapja emlékére rendezték meg. A megnyitó ünnepségen fia, ifjabb Harangozó Miklós beszélt édesapja munkásságáról, valamint a tárlaton bemutatásra kerülő képekről. Képeket nem elrejteni kell. Tehát kicsikét úgy mindig szerettem volna, kicsikét galériás, de az, hogyha néha ki kell vinni a világba és megmutatni, hogy volt, és megmaradt, tehát, és szeretném megőrizni, és ezért igyekszem nem eladni a képeket, és nem eladók ezért a festmények, hogy megőrizni az utókornak is, hogy hát majd az unokáim, mondjuk így, hogy majd volt egy ilyen dédnagybapa, akire vissza lehet emlékezni, hagyott valamit a világ, ami kézzel fogható. Tehát minden más elveszik, tehát a művészetnek pont ez az értékei, amik nem vesznek el generáción keresztül sem. A salánki származású festő munkássága sokrétegű, képeinek témájául általában a kárpátaljai falvak, szülőföldjének szép tájai szolgáltak. Festményei dinamikusak, színpompásak. Harangozó Miklós több alkalommal Magyarországon is bemutatkozott. 2008-ban tagja lett az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetségnek, illetve megkapta a kárpátaljai Magyar Nívódíj, Hollósi Simon képzőművészeti díjat. Zárkózott ember volt ugyan, de azért szervezeti életet is élt, hiszen 2007-ben alapító tagja volt a Magyar Értelmiség Kárpátalja közössége által kezdeményezett Munkácsi Mihály, képzőművészeti egyesület létrehozásában, élete végéig aktív tagja volt, és ez az egyesület javasolta őt, hogy vegyék fel az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség kárpátaljai tagozatába. Azt hiszem ez volt életének a legnagyobb szakmai sikere. Nagyon kevesen a magyarok közül, a magyar festők közül, a kárpátaljai magyar festők nagyon kevesen érték meg azt, hogy bekerülhettek ebbe a, azt lehet mondani, igen zárt közösségbe. Magyarország Ungvári főkonzulátusa nagy súlyt fektet arra, hogy időről időre kiállításokat szervezzen a kárpátaljai magyar művészek alkotásaiból, ezzel is közelebb hozva a kultúrát az emberekhez. A főkonzulátus lehetőséget biztosít különböző művészek megjelenésére, műveiknek bemutatására, és azt gondolom, hogy mai napon minket tisztelt meg a művész azzal, illetve a művész családja. Sajnos módon a művész már nincs közöttünk, Harangozó Miklósról beszélünk, egy kiváló festőművészről, aki ugye 5 éve már nincs közöttünk. A mai napon az ő munkái kerültek bemutatásra a főkonzulátuson, és nyugodtan mondhatom azt, hogy fantasztikus képek készültek. Szemmel látszik egyébként, hogy ízig-vérig egy őstehetségről beszélünk, akinek a vérében volt a festészet. Érezhető, látható módon jelenítette meg a szülőföldjét, Kárpátalját, fantasztikus képeket hagyott maga után, amiből most egy nagyon pici szegmens került bemutatásra. Az időszakos kiállítás január végéig tekinthető meg Magyarország Ungvári főkonzulátusán. Az 1997-ben alakult Mistral együttes a magyarországi zenei élet egyik népszerű formációja, akik az asztélyi református templomban adtak nagy sikerű koncertet, amelyen nem sokára mi is részt veszünk. Az 1997-ben alakult Mistral együttes a magyarországi zenei élet egyik népszerű formációja. Magyar és külföldi költők versei, valamint népdal feldolgozások szerepelnek repertoárjukban.
Megzenésítéseik forrása a magyar népzenei hagyomány, amelyet gyakran ütvöznek a ma divatos világzenei irányzatokkal is. Dalaik egyre inkább önálló minőséget, sajátos misztrál hangzást hordoznak. A kimagasló vokális képességű, számos akusztikus hangszert megszólaltató együttes tagjai különböző zenei érdeklődésűek. Ez az identitásbeli színesség, az ősiességet idéző motívumokból a kortárs hangzású elemek alkalmazásáig terjed. Országjáró koncertjeik sokasága mellett számos alkalommal járnak külföldön is, Erdélytől az Egyesült Államokig. Kárpátalján az elmúlt esztendőkben már több alkalommal léptek fel, s vannak olyan helyszínek, ahova már visszajáró vendégként érkeznek. Ilyen helyszín Aszti is, ahol a tavalyihoz hasonlóan a nemrég megújult református templomban adtak koncertet a gyermekhéten résztvevő gyermekeknek és természetesen a megjelent érdeklődőknek. Az Aszti Református Egyháznak már immáron hagyományá vált adventváró családi hete, és ennek az apropójaként fogadtam már el második éve a Misztrál zenekar a fellépését. Hát ezen a programon általában a gyerekek közösen készülnek családokkal, helyi kárpátaljai kézművesekkel az adventre, magára szeretett ünnepére. Ilyenkor kézzel készített ajándékokat készítenek barátaik és családjaik számára. Ez egy egész hetes program. Ez igazából egy 4 napot ölel fel magában. Egy vasárnapi nappal ér véget, ugye advent, általában advent 3. vasárnapjával. Az együttes alkalmazkodva a fiatalokhoz olyan megzenésített verseket adtak elő, amelyek által a gyülekezet gyermekei is magukénak érezhetik a magyar irodalom nagyjainak alkotásait, Ady Endrétől Balassi Bálintig. Mi az, hogy misztrál? Honnan jött ez a név? Hát a névnek olyan nagy jelentősége nincsen a mi életünkben, aztán most így 22 év távlatából már elmondhatjuk, hogy belenőttünk ebbe a névbe, de amikor ezt választottuk, akkor ennek nem volt igazán jelentős oka, hanem nem volt nevünk, és valami miatt erre esett a választás. Nagyon sok intellektuális választ tudtam volna most adni erre a kérdésre, mert azóta tudjuk, hogy 2 Nobel-díjas Mistral nevű ember is élt, Frederic Mistral és Gabriele Mistral. Ez így adta volna magát az irodalom és a zene kapcsán, hogy emiatt nevezzük el magunkat így, de nem így történt. Nem, valóban nem volt ennek fontossága, hanem talán az 5. koncertünkön valaki megkérdezte, hogy mi a nevetek, és nem tudtuk. És leültünk, és valahogy így ez alakult ki. Elcsellentünk Csengelére, Tízaladádot! Csengeléről Pentelére, Tízaladádot! Kalapunkkal Csimontornyán elragadta égi orkán, Tízaladádot! Kalapunkkal Csimontornyán elragadta égi orkán, Tízaladádot! 99,5%-ban verseket használunk a saját muzsikáink alá, illetve azt tudnám mondani, hogy mi verseket próbálunk értelmezni zenével, és erre is tettük föl az életünket. Tehát mi szeretnénk a saját értelmezéseinket megfogalmazni a zene nyelvén. Ezért van az, hogy nagyon sokféle hangszert próbálunk használni a koncerteken, a lemezeken, és nagyon sokféle zenei stílusban is próbáljuk megfogni a költeményeket, hiszen ahány költő, ahány költemény, annyiféle muzsika van benne. Most másodszor vagytok itt a Szégon, de Kárpátalján már több egyszer, ugye a főiskolán is, Beregszázban is többször koncerteztetek. Szerettek ide visszajárni? Nagyon szeretünk ide járni, igen. A határt ezt nem szeretjük, de ha már átjöttünk rajta, akkor nagyon jó itt. Ugyan látunk, ugye jártok más határkontrolló területekre is. Hogyan fogadják itt a zenéteket? Én azt látom, hogy szeretik ezt a muzsikát, és ez nem hiszem, hogy nekünk köszönhető, hanem közös az a kincsünk, amiből mi válogatunk. Tehát az a szövegkincs, amit mi itt énekelünk, az itt ugyanolyan elérhető, mint bárhol máshol, ahol tudnak magyarul. És aki tud magyarul, az ezen a nyelven olvashatja Ady Endrét, vagy Kosztolányi Dezsőt, és ez egy nagy csoda. Aki lemaradt volna a meghitt alkalomról, azoknak nincs oka a bánatra, hiszen a 2020-as évben is el fognak látogatni vidékünkre a zenei stílus kiemelkedő művészei. Szűz anyánk, a gyermek.
Hamarosan Hrivnák Tünde divat tervezővel beszélgetünk. Honnan jött az elhatározás, hogy divattervező legyen? Számodra ez egy szakma, vagy mondhatjuk inkább, hogy hivatás? Beleszülettem a ruhák világába, édesanyám és nagymamám varrónők, és ők szerettették meg velem a ruhakészítést. Totkomlós egy nemzetiségű város, és ott a mai napig nagyon fontos szerepe van a hagyományoknak az emberek életébe. Így én is ezek közt a hagyományok közt nőttem fel, és a népművészetet szintén a szüleimtől és a családomtól szerettem meg, illetve tanultam meg. És amikor 12 éves voltam, akkor úgy megfogalmazódott bennem, hogy majd, hogyha nagylány leszek, akkor ruhákat szeretnék tervezni, és nagyon szép magyar motívumok fogják díszíteni. Hogy lesz valakiből jó divattervező? Én azt gondolom, hogy a saját utamról tudok beszélni, és a saját megtapasztalásaimról. A népművészet egyébként kijelöl egy nagyon határozott irányt, ami arról szól, hogy a tudás, a tisztelet, a hagyományok őrzése, és akik népművészek összefognak és segítik egymást. Túlmegy azon, hogy csak népművészeti motívumokat rajzolunk és kihímeznek, és én abból ruhát tervezek. Itt tényleg arról van szó, hogy az emberek odafigyelnek egymásra, meghallgatják a másik alkotó gondolatát, illetve hogy az mit fejez ki, és ezáltal én az én ruháimon úgy fogalmazom meg utána forma színek terén, hogy ez a kettő összhangban legyen. Én azt gondolom, hogy így tud az jó tervező lenni, aki pontosan tudja, hogy mit tervez és mit mutat meg. Honnan jött az ötlet, hogy népi motívumokat használj? Az ötlet azonnal jött, hogy igazából ez egy érzés volt, mert hogy én amikor kislány voltam, a nagymamám és az édesanyám mindig ilyen nagyon szép kézzel hímzett ruhákat adott rám ünnepekkor, és ez valahogy megmaradt bennem, hogy én akkor mindig nagyon különlegesnek és szépnek éreztem magam, és miután a nagyszüleimtől megtanultam, illetve pontosan a nagymamámtól, hogy milyen egy tökéletesen tisztára vasalt és tisztára mosott ruha, így ez a kettő ötvözete eredményezte azt, hogy utána én már pontosan tudtam, hogy mi az, amivel szeretnék foglalkozni, illetve a terveimbe, hogy mit fogok belevinni. Tehát az én kollekciómban mindig nagyon meghatározó az, hogy tényleg a tiszta színek, az egyenes vonalak, a jó minőségű alapanyagok, és ezzel a magyar népművészeti motívummal kiegészülve a ruhák azt az üzenetet hordozzák, hogy az értékeink legyenek állandóak a hétköznapjainkban. Mitől lesz értéke egy ruhának számodra? Én azt gondolom, hogy az én kollekcióm darabjai attól hitelesek, hogy én mindig az ország legismertebb és legelismertebb népművészetvel, illetve egyesületeivel dolgozok. Ezáltal ők biztosítják nekem azt, hogy a motívumok eredetiek, azt a legismertebb és elismertebb népművészek tervezik meg, alkotják meg úgy, hogy az teljesen autentikus legyen, és a hímzések vagy a szőttesek a legmagasabb professzionális szintű hímzés legyen, és én azt gondolom, hogy ez az érték, amit ők hozzáadnak, illetve az, hogy tényleg a szalonunkban mi is ezeket a régi szalon kézimunkákat végezzük, tehát hozzáadjuk még pluszba a mi tudásunkat, és hát nagyon fontos még az, hogy mindig nagyon magas minőségű alapanyagból dolgozunk, és a három ötvözete az, ami egy értékké alakítja a ruhát. Milyen terveid vannak a jövőre nézve? A jövőbeni terveim azok természetesen az új kollekciók megalkotása a népművészeti egyesületekkel. Következő motívumvilág, amivel most foglalkozni fogok, az a Nagy Dobronyi keresztszemes. Ez kárpátai népművészethez tartozik, és a hímzések már jó része elkészült, a terveken pedig én most dolgozok, és hát egy nagyon komoly összefogás van a kárpátai magyarokkal, hogy a nagydobronyi hímzés mellé a hagyományokat és az egyéb népművészetüket is ott a térségnek megmutassuk, és alapvetően ezek a jövőbeni terveim, ugyanúgy a Matyó Kalocsai, Halasi Csipke, Hövei Csipke alapítványa, hogy új kollekciót és új projektekben vehessünk részt, valamint mind Magyarországon, mind határon túl, illetve a diaszpórába minden szélesebb körbe tudjuk megmutatni az eredeti magyar népművészetet.